Akkor, amikor ezt az oklevelet átveszik, ez felér egy diplomával. Az önök számára ez lesz a diploma. Ez bizonyítja azt, hogy önök ebben a két évben bizonyosságot tettek arról, hogy olyan tudáshoz jutottak, amivel a saját közösségüket szolgálhatják. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a határon túli autonómia ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott a Máté Szalkai Szakképzési Centrum végzős diákjait. Azért jelentkeztem erre a képzésre, mert egyedülálló volt nálunk Kárpátalján, mivel hogy magyar képzés még nem indult, és ez az első, ami magyar képzés és magyar szakképzés, magyarul tanulhatunk, mert eddig nálunk csak ukrán tannyelvű szakképzők voltak, és szeretnék ebbe a szakmába elhelyezkedni, és idővel majd egy éktermet nyitni, ahol lakom, de ez még hosszú távú tervem, úgyhogy de addig szeretnék még tanulni és sok tapasztalatot szerezni. Az utóbbi években elfogadott törvények szűkítették a továbbtanulás lehetőségeit Ukrajnában. Egyrészt azzal, hogy magyar nyelvű szakképzés 30 év óta nincsen Ukrajnán belül, és nem is tudjuk megvalósítani, hiszen magyar nyelven nem lehetne ezt megoldani. Másrészt a felvételi rendszerbe beépítettek egy C1 típusú emelt szintű érettségi rendszert, amely érettségi rendszerben, aki nem teszi le az ukrán vizsgát C1 szinten, az be se nyújthatja a kérelmeit. Nagyon sok tehetséges gyermek kimarad. Ezért úgy gondoltuk, hogy a felnőtt képzési központ szempontjából, vagy központ keretén belül számukra valami képzési lehetőséget kellene adni, mert a fiatalok így képesítés nélkül egy érettségivel keresik a helyüket, munkalehetőség nincs, és ahogy mondom, irány-surány, a nagyvilág, és máshol találják a helyüket, ahol viszont képesítés nélkül alkalmazzák őket minimális szinten, holott nagy részük szívesen dolgozna, legalábbis ezt mutatja a példa. A program célja tehát, hogy a képzésben résztvevők az identitásuk megőrzése mellett a szülőföldjükön boldogulhassanak. Ebben a fantasztikus pontosan az, hogy egy olyan kooperáció alakult ki az anyaországi térség és a kárpátaljai térség között, amiben kialakultak a partneri viszonyok, nevezetesen itt a Máté Szalkai Szakképzési Centrummal, akik ebben a projektben részt vesznek, és elősegítik azt, hogy azok, akik itt végeznek, olyan szakképzési tudáshoz jussanak hozzá, ami egyrészt a gazdaságban preferált, amire szükség van olyan tudáshoz, és ami rugalmasan alkalmazkodik az üzleti viszonyokhoz is. A bizonyítvány átadási ünnepségen elhangzott, a kormány 2015 óta körülbelül 1,7 milliárd forintot fordított Kárpátalján a szakképzés bővítésére. Ezzel azóta 500 diáknak segítettek. Ugocsa, Bereg, Ung és Máramaros térségében alakítottak ki külhoni magyar szakképzési centrumokat, hiszen a diákok 30 kilométeres körzetben keresték a tanulási lehetőségeket. Ebbe kapcsolódott be 2019-ben az anyaország is a Máté Szalkai Szakképzési Centrummal.